Köszöntöm nézőinket, Önök közéleti magazinunkat látják, Jala Jászmin Grész vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Nagy szükség van a segítségre, sokan súlyos megélhetési problémákkal küzdenek. Faddon játszott a Paksi FC, több mint 20 éve működik a Tolnai Kutyaiskola. Ruhanemüt, háztartási eszközöket és élelmiszer adományt osztotta a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat szekszárdi csoportja. A szervezet nap mint nap szembesül azzal a ténnyel, hogy a jelentős áremelkedés miatt egyes családok komoly megélhetési problémákkal küzdenek. Mindegy 200 rászoruló családnak és nyugdíjasnak segít rendszeresen a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat szekszárdi csoportja. Ezúttal az iskolakezdés előtt álló családokat szeretnék támogatni. Ruhaneműt, élelmiszert, háztartási eszközöket, ágyneműt fogunk osztani. Ez az osztásunk annak az apropóján jött létre, hogy nem sokára, szeptemberben kezdődik az iskola. És a máltai csoportunk szeretne hozzájárulni oly módon is a családoknak az iskolakezdési költségeinek a mérsékléséhez, hogy olyan dolgokhoz juthassanak hozzá itt az adományok formájába, amit akkor nem kell megvásároljanak. Így megmarad nekik az a pénzeszköz is, és azt is esetleg tanszervásárlásra tudják majd fordítani. Jövő hónapban, augusztusban már nagyon intenzíven fogunk tanszereket is gyűjteni, mert arra készülünk, hogy még a hónap végén, mielőtt megkezdődik az iskola, tanszercsomagokat is készítünk a segítségre szoruló családoknak. Ezeket a segítségkéréseket írásba lehet leadni nálunk. Legkésőbb augusztus 15-ig fogadunk ilyen kérelmeket. Az akció eredményességét jól mutatja, hogy 2022-ben 210 szekszárdi kisdiáknak tudott tanszercsomagot összeállítani a csoport. A támogatottak köréből például nagy a kereslet az iskolatáskákra, toltartókra, festékekre, filckészletekre, de ezek mellett még bármit szívesen fogadnak, mert biztos, hogy minden beérkező adomány gazdára talál. Igyekeztünk mindenkinek azonos értékbe összeállítani, de hát mindenkinek más-más a kérése. Ahhoz, hogy megfelelő mennyiségbe rendelkezésünkre álljanak tanszerek, egyrészt gyűjtünk a lakosság körébe, tehát bárki behozhat ide hozzánk, leadhat akár olyan eszközt, ami megmaradt és nem lett felhasználva, vagy pedig olyat, ami még jó állapotú és még hasznosítható. Ez mellett augusztus 23-tól 26-ig fogunk gyűjteni áruházba is a szokásos módon. Nagyon jó szívvel adakozik a szekszárdi lakosság. Hát ugye most sokkal drágább lett minden, úgyhogy számítunk rá, mert tavaly is tapasztaltuk, hogy az érték ugyan továbbra is megmaradt, amit kaptunk adományba, de azért a mennyiség kevesebb. De annyira sokan vannak a rászorulók, hogy nagyon nagy szükség van, ezért kérjük az embereket, hogy mindazok, akik tudnak arra áldozni, hogy másokat segítsenek, más családokat, azok kérem, járuljanak hozzá ehhez. Mi, akik értesítjük az embereket ezekről az osztásokról, és beszélünk velük, tapasztaljuk, hogy annyira nagyon nagy szükség van a segítségre, hogy sokszor az ember nem is tudja, hogy sírjon-e, vagy mit tegyen, ahogy hallja, hogy milyen gondokkal küzdenek egyes családok. A Máltai Szeretett Szolgálat egyébként már 5. éve segíti az iskoláskorú gyermekeket nevelő anyagi gondokkal küzdő családokat. 2019-ben még csak meghirdették a lakosság között, hogy adományokat várnak ebben a körben is. 2020-ban már igyekezett a szervezet bevonni országos szinten az iskolákat is. A gyűjtő tevékenységbe azonban kevés intézmény vállalta az együttműködést. 2021-ben ezért az lakosságtól közvetlenül érkező adományok fogadása mellé az országos szervezet elindította az augusztus végi áruház tanszergyűjtési akciót is, mondja Kövesfalvi Sándor, Dél-Dunántúli régió vezető. A mosolytáska akciónk, amit jelenleg is zajlanak, iskolákba kértük meg a pedagógusokat, hogy a gyerekek körébe terjesszék azt el, hogy a megunt nem, jövő évre már nem használni kíván táskájukat és toltartóikat, hogyha leadnák az iskolába és az hozzánk kerülhetne, akkor mi megfelelő módon a rászorulóknak tovább tudnánk ezeket adni, ezzel is nagy segítséget adva a családoknak, akik nem tehetik meg, hogy újat vegyenek ezekből a tárgyakból.
Én azt gondolom, hogy Tolnavár megyében is segítőkész emberek vannak, nagyon sokan, de én egy örök elégedetlen vagyok, úgyhogy én mindig várok újabb és újabb felajánlókat ebbe a tekintetbe, úgyhogy itt is várunk olyan adakozó kedvűeket, akik megtehetik, hogy segítsenek. A szexádi csoportnak 20 aktív tagja van, de nagyjából 100 állandó segítővel dolgoznak. Egész évben gyűjtik a főként ruhaneműből és tartós élelmiszerből álló adományokat, ezzel pedig csak a városban és annak környékén több száz családot segítenek napról napra. A futball népszerűsítése és a szórakozás volt a célja annak a mérkőzésnek, amit a Fadi Ese és a Paksi FC vívott. Bordács József polgármester úgy fogalmazott, hogy szeretnének hagyományt teremteni a programból, akár évente meghívnák az NB1-es csapatot egy-egy jó hangulatú edzőmeccsre. Nemrégiben Fadra érkezett a Paksi FC első osztályú labdarúgó csapata, akik egy barátságos mérkőzésen mérték össze erejüket a helyi klubban. A meccsen természetesen a cél nem az eredmény, hanem a szórakoztatás és a futball népszerűsítése volt. Bár a megyei másodosztályú gárda már a pihenő időszakát tölti, az utolsó 2-3 edzést mégis felkészüléssel töltötték. Most ugye már végezett a bajnokságnak olyan 3 hete, azóta 2 hetet vagy másfél hetet elkezdtünk itt csak játszogatni, összejártunk, hogy megmaradjon a figyelem. Most az utolsó 3 edzést szenteltük annak, hogy készüljünk, hogy azért mégis játékban legyünk. Próbáltunk mindenkit összehozni, ami nagyon jól is sikerült. A várakozásra ellentétesen a csapatnak a 90%-a itt tudott lenni és edzettünk, úgymond már ilyen pihenő időszakban, ahol a megyében már a játékosok úgymond a pihenőiget töltik, úgyhogy mindenki pozitív volt a felkészülés. A mérkőzés nagyon jó iramú volt, azért az látszott, hogy más tempóba közlekednek az NBA-s játékosok, valamint az NBA-3-asok, mint mi. A mérkőzésnek a célja ugye az volt szerintem, hogy ugye népszerűsítsük itt a községünkben egy kicsit a focit jobban. Úgy érzem, hogy ennek is megvolt az értelme, nagyon sok néző volt, sok fiatal. A játékosainknak is egy plusz dolog volt, hogy játszottak ilyen játékosok ellen. Úgymond egy ilyen kis jutalom volt a szezon végére. A bajnokságot ugye a 4. helyen zártuk, és az utolsó fordulóban buktuk el a dobogót, de a csapat egyben marad, nem távozik senki, igazoltunk egyelőre 2 új játékost, és készülünk az új szezonra, most egy hosszabb, egy hónapos pihenője lesz a fiúknak. Fadon, hál' Isten, a megye többi csapatához képest is kicsit jobban állunk, minden korosztályban meg vagyunk, minden korosztályban rengeteg gyermekünk van, rengeteg a gyerek. Hála Isten, hogy akik itt Fadon vannak, gyerekek, azok mind szeretik a focit, és kin is vannak, és rengeteget fociznak. Úgyhogy ez igazándiból csak egy kis plusz motiváció nekik is, hogy találkozzanak olyan játékosokkal, akiket hétvégén a tévében néznek. Amatőr csapat vagyunk, a felnőtt csapatunk megye 2-ben van, több mint 100 utánpótlás korú játékosunk van, vagy 10 csapatunk, úgyhogy utánpótlásokon nincs baj, sokan futballoznak nálunk, úgyhogy bár évről évre az is igaz, hogy egyre fogy a gyermek létszám, de ettől függetlenül itt még azt gondolom, hogy a környékbeli falusi csapatokhoz képest még egész jól nálunk. A mérkőzés Bordács József polgármester ötlete volt, aki jelenleg is a Paksi Sport Egyesület és Futballklub elnökségi tagja. Így kézenfekvő volt számomra, hogy először az elnökséggel megbeszélve, aztán a ügyvezetőkkel megbeszélve próbáltunk egy időpontot keresni, ami beilleszthető a Paksi futballcsapat felkészülésébe, és hát ennek lett ez az eredménye. Nagyon örülünk neki, hogy eljöttek az NB1-es csapatot, vendégül láthattuk, az egész stáb itt van egyébként, tehát külön öröm számomra, hogy megtiszteltek bennünket ezzel, úgyhogy így indult ez az egész, és én azt gondolom, hogy mivel Faddon is nagyon sok szurkolója van a Paksi futballcsapatnak, ez itt a településen élők is pozitívan fogadták ezt a meghívást. A település vezetője hozzátette, hogy szeretnének hagyományt teremteni a programból. Én tervezek, én a Paksi Sportegyesület elnökségével is arról beszélgettem, hogy szeretnék ebből egy viszonylagos hagyományt csinálni, és ha lesz lehetőség, akkor akár évente, de minimum 2 évente biztos, hogy szeretnénk őket meghívni egy hasonló közös jó hangulatú kis edzőmérkőzés megtartására, ami után természetesen majd lesz, szeretnénk egy kis vendéglátást is itt a Paksi Egyesület és a vezetők részére. Úgyhogy remélem, hogy ez a kapcsolat ez majd még minél szorosabbá válik. Úgyhogy nagyon nagy öröm, hogy eljöttek, nagyon nagy öröm, hogy itt vannak, és azt gondolom, hogy egy igazi jó labdarúgó idő is van, hiszen egy kicsit megenyhült az időjárás, úgyhogy abszolút alkalmas arra, hogy egy jó kis szombat délőtti labdarúgó meccset lássunk. 2021-ben egyébként a Fradi öregfiúk, 19-ben a magyar színész válogatott is járt már a Tolna vármegyei nagyközségben.
Az elmúlt 23 év alatt rengeteg kutya fordult meg Kaiser János a tolnai kutyaiskola vezetőinek keze alatt. A csoport célja, hogy a négylábú szocializálódjon, megtanulja az alap engedelmességi szabályokat, illetve hogy szorosabbra fűzze a kapcsolatot az eb és a gazdája között. Kétféle ember létezik, a kutyás és nem kutyás. Köztük mindig lesz egy kisebb ellentét, és feltehetően soha nem fogják megérteni egymást. Kaiser János az előbbi csoportba tartozik, ő elképzelhetetlennek tartja, hogy ne legyen négylábú a családban. A tolnai kutyasulit, amely a vásártéri sporttelep mellett kapott helyet, már 1999 óta vezeti. Hátra! Nagyon jó! Futólépés! Lassú, egy picit majd a távolságot, Anikó, nyissatok errefele, mert nagyon közel vagytok már. Jó, rendes lépés. Hátra arc. A kutyasuliban egyébként több csoport is működik, köztük haladók, középhaladók és óvisok. Van olyan, aki most került fel a haladó csoportba, azért volt a segítség a hosszú pórázzal, hogy ne tudjam még kihágni a szabályok alól. Először az alapengedelmességi szabályokat kell megtanulni, amit minden kutyának fajtától függetlenül el kell sajátítania. Ilyen a behívhatóság, közlekedés láb mellett, helyben maradás ülve, fekve, megfelelő viselkedés fajtársakkal, közömbös magatartás emberekkel. Az, hogy ne húzzon a pórázon, és általában itt résztvevőknek a nagy része szinte ezzel megelégszik, tehát hogy láb mellett tudjon közlekedni, ne húzzon, ne essen szét, amikor másik kutyát lát, ezért vannak ezek a helyben maradási gyakorlatok, egész közel egymáshoz a kutya, hogy akkor is oda kell neki figyelni, de nem mehet oda, nagyon szeretne ő elmenni játszani, de nem, most nem szabad, aztán van, amikor végeztünk, akkor van egy közös játék, amiben kiélhetik magukat. Fontos az, hogy a vezethetőség meglegyen, és ez általában ezzel megelégszenek. Aki ennél többre vágyik, az pedig a különböző munkavizsga fokozatokat elsajátítja, majd a Lukasi Gábor barátom be fogja mutatni, ő egy egyes vizsgát tett kutya, most a kettesre készül. Ez három ágazatú vizsga, van egy nyomkövetés, egy fegyelmező része, meg egy őrzővédő. Tehát ez a három együttes gyakorlat adja ki a nemzetközi munkavizsga feladatok, megvan egy sor, amit el kell végezni, vagy meg kell csinálni különböző szinteken, 1-es, 2-es és 3-as, tehát azon belül, tehát attól függ, hogy milyen szinten és milyen ágazat. Tehát az három ágazat van, és a három különböző szín. És hogy számít-e a kutyafajtája tanulás szempontjából? Természetesen egy magasabb szintű vizsgához már általában egy jó idegrendszerű, jó mentalitású kutya szükséges. Ezek az alap engedelmességi dolgokat, ezt elvileg bármilyen fajta kutyával elvégezhető. Ezért mondtam, hogy a végén fogunk csinálni egy vizsga bemutatót, ahol egy kis tacskókeverék, meg egy mudi fog együtt dolgozni. Ennek ez is úgy áll fel, hogy ketten bemennek a pályára, a kutyának azonosítani kell, tehát le kell olvasni a csipszámát, utána az egyik kutya elmegy helyben maradni, a másik benn dolgozik a pályán. Meg az adott vizsga gyakorlatot bemutatja, és utána meg cserélnek. Tehát annak a kifektetett kutyának addig ott kell
maradnia, a gazdinak el kell távolodni tőle 30 méterre, hátat fordítani, tehát nem kommunikálhat a kutyával, hanem meg kell neki várni még véget, és utána pedig cserének a kettő. Tehát ez lenne az, ami az átlagnak az igénye, tehát hogy ilyen szintre eljusson, hogy kezelhető, jól vezethető kutya legyen. Sok gazdi menhelyről hozza el a kedvencét, a szakértő azt mondja, ez sem befolyásoló tényező. Nem szükséges, hogy fajtiszta kutya legyen, bármilyen kutya, nem azt mondtam, hogy bármilyen feladatra, de az alapfeladatok ellátására alkalmas, vagy alkalmasra tehető sok munkával, sok gyakorlással, meg egy kis érzékkel. 23 év alatt rengeteg kutya fordult meg János kezei alatt, azt mondja, a kiképzés mottója a pozitív megerősítés. Ha sikerrel jártunk, jöhet a jutalmazás élelem vagy játék formájában. Különböző helyekig kipróbálva kaptuk meg 99-ben ezt a helyet, és azóta kis lépésenként próbálunk előre haladni mindig, és most hál' Isten van nagyon ügyes két segítő, Molnár Krisztina és a Lednecki Merci. Fiatalabbak lényegesen ők csinálják az ovit és a középhaladó csoportokat, a haladót pedig általában én szoktam vezényelni, de közös a munka megosztás. Az örök dilemma, hogy kire hallgat a kutya, csak a gazdájára, vagy másra is? Egyformán nem tud átállni, de van itt is olyan kutya, többek közt a vizsla is, akivel épp most a feleség jött, múlt héten a férj volt. Tehát az alap dolgokat annak is meg kell tenni. Sőt, az a szerencsés, hogyha otthon is egyforma követelmény van mindenki részéről. Kutya azzal nem tud mit kezdeni, hogy az egyik családtag megengedő, a másik pedig nem. Tehát ez tehát mindenkitől azonos hozzáállás, mentalitást várható el, akkor tudja a kutya a megfelelő szabályokat betartani. És nagyon fontos, hogy a rendszer legyen, meg a szabályok meg legyenek. Tehát minden esetben, ugyanúgy, mint a elvileg a gyereknevelésnél ott is megvan a rendszer, hogy mit szabad, mit nem szabad, és azt mindenkitől azonos módon meg kell követelni, vagy el kell érni, hogy ez megvalósuljon. Természetesen vannak versenyek, bemutatók is, amelyeken nagy örömmel vesznek részt a kutyasulisok. Most volt egyébként május 24-én volt egy országosan meghirdetett verseny, ahova lehetett nevezni, itt különböző szinteken, és elvileg az ország bármelyik részéből jöhetnek. Most korábban ennek elég nagy, hogy mondjam, nagy hagyománya volt, 7 alkalommal rendeztek úgynevezett tolnakupát, amit most elkezdtünk újra felújítani, de volt olyan verseny, ahol 32 nevező volt. Focipálya nagyságú területnek kell lennie, ahol a különböző eszközök kiférnek, és itt elsősorban az őrzővédő tevékenységnél ki kell tenni a 6 darab fürgészpalánkot, ami 15 méter távolságra van egymástól, ami helyigényes. A többi ez elvileg kisebb pályán is, de ez a standard. Tehát egy vizsga, vagy tehát egy nagy országos vizsga megrendezéséhez legalább focipálya méretű területre van szükség. Az elmúlt években rendkívül népszerű lett a terápiás kutyák alkalmazása. Utóbbi olyan négylábú, akit arra képeztek ki, hogy vidámságot, vigaszt és szeretetet nyújtson. A terápiás kutyafajták olyan gyermekeknek is segíthetnek, akik autizmussal vagy különböző tanulási nehézségekkel küzdenek. Nagyon nyugodt idegrendszerű kutyáról beszélünk, aki az ember közelségét élvezi, és hogy mondjam, egy jó érzéssel tölti el akit bevonják a terápiába. Tavaly volt egy fórumunk, ahol részt vettek a szexádi terápiás kutyások, ott is nagyon szépen be. És akár sérült gyerekekről van szó, akár
akár csak a gyerekekről, tehát az, hogy megmaradjon a kutya és a gyerek közti kommunikáció. Tehát nem, tanulja meg azt, hogy nem minden kutyát harap. Nagyon, nagyon fontos, és mindenkinek szeretném figyelmébe ajánlani, hogyha kutyással találkozik, akkor mindenképpen a szülő kérdezze meg, vagy a gyerek kérdezze meg a kutyát vezetőtől, hogy meg szabad-e simogatni. És soha ne nyúljon rá, hanem vagy hagyja, hogy a kutya vegye fel a kapcsolatot, tehát oda megy, megszagolja, és onnan már viszonylag egyenes az út, mert ha ő kommunikál, oda akar menni, akkor lehet hagyni, engedni, ha nem, akkor tehát lényeg az, hogy mindig megkérdezni a gazdit, hogy szabad-e a kutyát megsimogatni. Mindenkinek felelőssége, tudni kell azt, hogy éppen az adott kutyája, mert lehet, hogy van, amelyik nem szereti, hogy nagyon simogatják, főleg idegen, akkor azt el kell tudni fogadni, hogy nem szabad a kutyust megsimogatni. Azok, akik szeretnék, hogy a család házi kedvence tanuljon, szocializálódjon, nekik a hét szinte minden napján lehetőségük van csatlakozni a tolnai csoporthoz. Többek között őrzővédő, agility és különböző foglalkozásokon vehetnek részt. Nem mellesleg egy jó hangulatú, baráti közösséghez tartozhatnak. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!